Sziasztok! Amint láthatjátok, ma a kamatszámítással fogunk foglalkozni. Még mielőtt elkezdjük a konkrét példákat, tisztázunk egy-két alapvető fogalmat, ami szerintem mindenkinek hasznos, illetve hasznossá fog válni. Mi is az, hogy kamat? Ugye a kamat az a kölcsönadott pénz használatáért fizetett díj, ilyen szépen megfogalmazva, és a kamatozási időszak az az időszak, amelyre ugye a kamat jár. Kamat számítással tulajdonképpen azt állapítjuk meg, hogy a jelenbeni pénzünk az mennyit fog érni majd a jövőben, tehát tegyük fel, hogy van 10 forintunk, és azt betesszük egy évre, vagy x évre, és arra leszünk kíváncsiak, hogy 10 vagy 20 vagy 2 év múlva az a 10 forintunk mennyit fog kapni, vagyis mennyit fogunk kapni ezért a 10 forintért. Kamat számításnak alapvetően két módja létezik, amint láthatjátok, már felírtam előre, ugye az egyszerű kamatszámítás, illetve a kamatos kamatszámítás. Mint a nevében is bent van, az egyszerű kamatszámítás az lényegében pofon egyszerű, hiszen a kamatozási periódus végén a kezdő tőke és a kamatláb szorzata lesz a kamat összege. A kamatos kamat az meg nem más, mint a tőkésítési periódus végén a kamatot a tőkéhez csatolják, és a következő periódusban, tehát a következő évben a kamattal növelt tőke fog kamatozni, ezért kamatos kamat a neve. Nézzük még egy pár fogalmat. Visszatérve még a kamatos kamattal, ugye a tőke az évek számával exponenciálisan nő, tehát folyamatosan kamatozik a kamattal növelt tőke. Akkor nézzünk még egy-két fogalmat. Mi is az, hogy jövőérték? A jövőérték az az összeg, amennyit a kezdő tőke ér majd a kamatozásunk végén. Tehát ha most beteszek 10 forintot, ahogy már említettem, akkor arra leszünk kíváncsiak, hogy x év múlva, vagy x hónap, x nap múlva mennyit fog érni az a 10 forintunk. A kamatláv pedig a kamat mértéke százalékban kifejezve, ez a következő fogalom. Akkor térjünk rá az egyszerű kamatra. Ezt célszerű nagyon jól elsajátítani, hiszen ez lesz az alapja majd a kamatos kamatunknak is. Benne van a nevében, ahogy említettem, ez az egyszerű kamat, egyszerű is kiszámolni. Tehát a kezdeti befektetést megszorozzuk a kamatlábbal, és hozzáadjuk a kezdeti befektetéshez. Ez ugye az egyszerű kamat, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi lesz majd egy év múlva, mennyi kamatot fogunk kapni x kamatlábra, tehát mennyi lesz az a kivett összegünk. Erre a képlet is van, méghozzá FV egyenlő PV szer 1 plusz P. Mit jelent az, hogy FV? Az angol a future value kifejezésből ez a jövőérték. Ugye ebből jön az F és a V. A PV ez a jelen érték, tehát amit van pénzünk, most van pénzünk, és azt tesszük be a bankba, ez a jelen érték. Az az angolul a present value. Ugye a P
és a V-ből. A P pedig, a kis P, az nem lesz más, mint a kamatláb. És a kamatlábat általában, sőt mindig ugye éves periódusban szokták megadni. Ha pedig a kérdés úgy hangzik, hogy mennyi kamatot veszünk ki, akkor egyszerűen a PV-szer-P, tehát a present value-szor a P, vagyis a kamatláb képletet fogjuk használni. Akkor nézzük meg egy pár konkrét feladatot. Egyszerű kamatra. Mennyi kamatot kapunk 100 000 forint betétünk után, ha a kamatláb 12% és egy évre tesszük be a bankba? Gyűjtsük ki, hogy mit ismerünk. A present value-nk, tehát a PV-nk az 100 000 forint, ezt tesszük be a bankba, ez van nekünk. A kamatláb, tehát a kis P pedig 12%, ugye ez az éves kamatláb, ez 0,12. század, akkor helyettesítsük be a képletbe, ugye a kérdés az úgy szólt, hogy mennyi kamatot kapunk, tehát nem, hogy mennyi pénzt fogunk kivenni, hanem mennyi kamatot kapunk, akkor csak egyszerűen ezt a képletet fogjuk használni, PV-szer-P, azaz 100 000 × 0,12, ha ezt kiszámoljuk, akkor 12 000 forintnyi kamatot fogunk kapni 100 000 forint után. Ha pedig az lett volna a kérdés, tegyük fel, hogy mennyi pénzt veszünk ki 100 000 forint betétünk után a bankból 12%-os kamatlábra, na akkor lehet alkalmazni azt a képletet, amit az előzőekben már ismertettem, PV 1 plusz P, azaz 100 000 szer 1 plusz 0,12, és akkor kijön a teljes összeg, hogy 112 ezer forintot veszünk ki akkor a bankból. Mi van akkor, hogyha 3 évre tesszük be a pénzünket, és 3 év után leszünk kíváncsiak arra, hogy mennyi kamatot fogunk készhez kapni? Fontos itt megjegyezni, hogy a több évig a kamatozó tőke változatlan, és az évente keletkezett kamat nem kamatozik, ezért is egyszerű kamat ez. Erre van egy képlet, ugye ez a képletünk, ez az év egy évre vonatkozott, ez az éves. Ha pedig több évre tesszük be, és arra vagyunk kíváncsiak, akkor van az a képlet, hogy ugye present value szor 1 plusz P, ugye a kamatláb, ahogy eddig, szor az év, hogy hány évre tesszük be. De mivel úgy szólt a kérdés, hogy mennyi kamatot kapunk, ezért maradunk annál, hogy 100 ezer forintunk van, és azt betesszük 12%-os kamatra, és azt mondja, hogy 3 évre. Megszorozzuk 3-mal, akkor kijön az, hogy 36 ezer forintot nyi kamatot fogunk kapni. Ha pedig ebbe a képletbe helyettesítettünk volna be, akkor az jött volna ki, hogy 136 ezer forint pénzt vehetünk ki a bankba 100 ezer forintunk után. Nézzük a következőt. Mennyi kamatot kapunk 100 ezer forint betétünk után 3 hónapra, ha a kamatláb 12%? Felírom gyorsan a képletet, tehát future value, present value, szóra P, de 3 hónapra, ugye itt az időtartam is megvan adva, nem egy év, megszorozzuk ugye az N-nel, de kigyűjtjük az adatokat először, ugye van 100 ezer forint, a P az 12%, ugye, de ez az éves, ne felejtsük el, az egy éves. De nekünk 3 hónap van ide írva, hát akkor most mit csináljuk? Ilyenkor azt ajánlom, hogy számold az éves kamatláb 1/12 részét, és szorozd meg a lekötés hónapjaival.
Azaz. Future value, FV egyenlő 100 000 szár, ugye az évünk 1/12, ugye ez az év. 1/12-et megszorozzuk a 3 hónappal, és megszorozzuk a 12%-os kamatlábbal, ugye 0,12-vel, és akkor jött ki, hogy 3000. Tehát 3000 forintot fogunk kapni 3 hónapra. Ne tévesszem meg, ez a 0,12-1/12. Kicsit szerencsétlen volt a feladat választása, ez a kamatláb 12%, de ez az 1/12, ez az évre vonatkozik, hiszen egy év 12 hónapból áll. Nézzük a következő kérdést. Mennyi kamatot kapunk 100 000 forint betétünk után 65 napra, ha a kamatláb 12% és a feladat megadta, hogy az év napjainak száma most 360. Akkor először is gyűjtsük ki, hogy mink van. Ne felejtjük el, hogy ez az éves van itt most nekünk megadna. Egy évnél rövidebb időszakra érdemes a kamatot arányosítani, sőt, arányosítani is kell. Kapjuk. Tehát egy hónapra P per 12, azaz ugye 1/12 szer a P, ahogy az előző feladatban. Ha napokra van megadva a feladat, akkor egy napra P per most jelen esetben 360, azaz ugyanúgy, hogy egy 360-at szor, ugye a P. Térjünk vissza akkor a feladatra. Felírjuk ugye a képletet, mindig azzal kezdjük. Szóval, ha akkor ezt is megtudtuk, akkor visszahelyettesítjük gyorsan a képletbe. FV egyenlő 100 000 forintot beteszünk, ugye most egy kis zárójelet teszünk, 12%-ra szor az N, ugye 65 nap volt megadva, egy napra ugye 1 per 360, akkor 65 napra ez nem más, mint 65 per 360. És akkor ez nem lesz más, mint 2167. Szóval ez volt az egyszerű kamatszámítás, a következő videóban pedig boncolgatjuk tovább most már a kamatos kamatot.